Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy kártya, egy válasz. Vagy ez a kártya utal arra, hogy mi a jelenlegi helyzeted, és ez nincs időponthoz kötve, hanem mindig aktuális, amikor megnézed ezt a felvételt. Itt láthatóak a kelyhek. A kelyhek utalnak a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ez utalhat a belső forrásra is, a te intuíciódra, az inspirációra, és a képen látható ez a vidámság, egy találkozás, vagy egy csoport, egy kreatív tevékenység. Ez jelentheti a barátnőket, a hölgyeket, mint ahogy a képen látható, de a képeknek mindig van szimbolikus jelentése is, utalhat rád és a lelki társadra, hogy itt kettőtök között kialakul egy kapcsolat, lesz egy új irány, vagy egy közös tevékenység. Ez a vidámság azt is jelentheti, hogy lesz egy ünnepség, egy meghívás, és ott leszel a pároddal. De még valamit jelent ez a kártya. Itt látható a virág, a gyümölcsök, amit most indítasz, az jól indul, hiszen itt gyümölcsözik valami, kivirágzik valami, lesz termés. Megnézzük a hölgyek ruháit is. Itt látható ez a vörös és a barna ruha. A barna szín az utal a föld elemére, tehát a reális dolgokra. Itt megvan ez a biztos talaj, és ez a piros szín, ez a piros köpönyek, ez jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket, hogy úgy szívvel, lélekkel teszitek ezeket a dolgokat. Utána változik a kép, hiszen megjelenik az arany ruha, az jelentheti a nap energiáját, a kisugárzást is, és itt megvan a bizalom, hogy ebből a helyzetből lesz egy kiút, vagy arra is utalhat, hogy amit most indítatok, az kisugárzik. Itt lesznek eredmények, sikerek. És akkor látható a fehér szín ugyanúgy, mint itt ennél a hölgynél ott bal oldalon, az jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot. Én azt is mondanám, hogy ez egy finom energiamező, utalhat spirituális területekre, utalhat a vallásra, a hitre, az angyalokra, az isteni beavatkozásba, és ez visz benneteket tovább, hiszen itt láthatóak a lépések, és ez a hölgy a fehér ruhában magasabbra nyújtja ezt a kelyhet, tehát ezek a magas célok, ami elérhető, de csak akkor érhető el, ha hiszel ebben, ha hiszel magadban, és ha hiszel az isteni segítségben. Amit ez a kártya még jelenthet, az örvendezés, egy ünnepség, ezek lehetnek akkor meghívások is, és utal a szabad időre, vagy a munkát illetően utal egy kreatív tevékenységre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!